Második Rákóczi Ferenc Tokaj hegyalja egyik legnagyobb szőlőbirtokosa többször ajándékozott jó évjáratú márkás bort, többek között Nagy Péter cárnak. A diplomáciai kapcsolatokat is erősítette a gesztus, amely szinte megalapozta az orosz borvásárló bizottság megalakulását. A mintegy 300 évvel ezelőtti első sikeres magyarországi bor expedícióra emlékeztek a negyedik alkalommal megszervezett Magyar-Orosz Barátság napján a Tokaji Szent Miklós Ortodox templomban. A liturgián az Oroszországi Föderáció nagykövetségének vezető tisztségviselői, többek között a katonai és légügyi attasé is részt vett, valamint jelen volt Holló József, a honvédelmi miniszter főtanácsadója is. Ők közösen leplezték le azt a táblát, amelyet a Honvédelmi Minisztérium készített az Orosz Borvásárló Bizottság képviselőinek emlékére. Békében temették el őket, de én úgy gondolom, hogy a katonasírók, vagyis az összes katona a világon, a hadisírok, ezek mind, ahogy ezt Herbert Schweitzer mondta, a béke nagykövetei. Tehát a barátságot, békét akarunk, akkor azt hiszem, hogy rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is nagyon kevés, a költő szerint sem. És ha ez a kapcsolatrendszer működőképes, korrekt, diplomáciai, vagy népi diplomácia, hogy ezt sokan mondták itt, én úgy gondolom, hogy a helyi kezdeményezések, a városaink, a vidék, a régió, ahol találhatók ilyen emlékek, azt hiszem, hogy ezt gondoznunk kell hosszú távon is. Az eseményen az orosz katonai és légügyi attasé üdvözölte, hogy Magyarországon így tisztelegnek a kereskedelemben szerepet vállaló kozákok emléke előtt. Поэтому мы считаем важным для себя и сегодняшнее мероприятие. Nagyon fontos a magyar-orosz barátság és az az emléktábla, amelyet most felavattunk itt Tokajban. Remélem, hogy az itt szolgálatot teljesítő és itt végső nyugalomra lelt kozákokra emlékezni fognak a helyiek is. Az emléknapon elhangzott, hamarosan megújulhat a Tokaji Szent Miklós templom, amely a térség egyik legrégebbi ortodox közösségének szolgáló helye.